Szevasztok! Ma a cégláról lesz szó. Szóval, hányféleképpen lehet a céglát télire elrakni? Szóval van neki az a megoldása, hogy fogjátok egyszerűen és homokba rakjátok, egy olyan helyre, ahol nem fagy, viszont elég hűvös van. Ez lehet pincétől kezdve, földpince, bármi. Az a lényeg, hogy ne fagyjon meg. De ne is tudjanak hozzáférni állatkák. Akkor van az a megoldás, amit én szeretek használni, hogy például fogom és lefagyasztom. Ezt általában kutyáknak szoktam csinálni. De most a bio kertes csoportba valaki megosztotta, hogy ebből lehet teját is csinálni. Na hát én úgy gondoltam, hogy akkor kipróbálom. Szóval, ahogy nagyon jól látjátok, meg van szárítva. Hát én ezt le nem vágtam, hanem hogy mondják, na nem tudom a hirtelen nevét, szóval ilyen reszelőn, hogy mondják, letreszeltem, vagy hogy mondják, és ilyen lett, meg lett szárítva, elég sokáig tartott a szárítása, mert kis fokon, szóval én 35 fokon szárítottam, és hát így körülbelül, hát nem ment egész éjszaka, hát egyszer 8 óra hosszát, meg egyszer azt hiszem még 6-ot rászárítottam, és akkor így nagyon száraz lett. Na most ennek kétfajta dolga lesz. Az egyik az, hogy tejának, mint ahogy a recepten is volt, megszárítani, és akkor tejának jó lesz. Így magába enni, nagyon finom. Azt mondaná az ember, hogy bassza meg, hát ennek nincs is olyan földi íze, mint a normális a céglának, hogyha úgy eszi. Eléggé édes kis íze lett, úgyhogy kellemes enni. Tehát szerintem jó lesz ez tejának is, de a másik, amire én gondoltam, nézzétek csak ezt. Csinál az ember valami kaját, fog ebből egy ilyen ennyit, és belerakja a kajába. Ez milyen jó lesz, mennem. Vitamin, jó, vagy így szárazon, belerakom ilyen üvegekbe, amiben szoktam, és nagyon sokáig el lehet tárolni. Tehát ez az egyik módja, aztán majd megyünk mindjárt másik módjához, hogy lehet még elraktározni a céklát. A cékla jó hatásai. Azon felül, hogy a céklának a májra és a vérre nagyon jó hatása van, javítja, szóval tisztítja a májat és a vért, és elsősorban a májat tisztítja, és másodszorban a vért. Rengeteg sok vitamin található a céklába, és antidioxáns. Szóval az antidioxáns az, amivel lebontja a testbe szereplő mérgeket. A véráramlásba is segíti nagyon a szervezetet a cékla, és így az agy jobban tudsz gondolkozni, ha sok céklát eszel. A fogyásba is segít, vagy hogy, nem tudom, de segít. Szóval elég sok jó hatása van, különben azt szokták rá mondani, hogy a legegészségesebb akkor a cékla, hogyha minden nap eszel belőle egy kicsikét. De persze nem tudom, mindenki azért nem eszik minden nap céklát, nem is lehet egész évbe kapni céklát. Szóval egyétek addig a céklát, ameddig van. Na nézzük, én még hogy raktározom el, azon kívül, hogy leszárítottam, a szárítás egyik részéből teja lesz, a másik részéből pedig, hát akármilyen ételbe, szóval a legjobban ilyen tepsis ételekbe, tudjátok, vagy wokba, hogyha főztök, ilyen sütőgettek összefelé, ilyen akármilyen kajákat, vagy szerintem levestől kezdve bármibe egy ilyen csipette beleszórtok, az csak jó lehet, szóval. Vagy, ha nem szeretitek így belerakni a kajába, akkor tejának, de mint mondottam, az íze megváltozott a céklának, szóval még nyersen eléggé földi íze tud lenni a céklának, bár szerintem ez is a fajtától függő, hogy milyen íze van, mert az enyémnek nincs földi íze, szóval nem szokott nagyon. Lehet, hogy attól is függ, hogy van éppen, hogy nőtt. Kevés vizen, sok vizen, nem tudom. Szóval nem tudom, hogy mitől lesz földi íze a cékla,
de elég sűrűn van azért, hogy céglának egy kicsit földgyűjze van. Ennek így viszont szárítás után nem is tudom mire hasonlítanám, mint egy kicsit a cukorrépára, szóval ilyen eléggé édes íze lett, de elég sok mindennek, amit így leszárítottam, kiderült, hogy a cukor tartalma nagyobb lett. Például az almánál is, mikor így megszárítottam, megaszoltam, sokkal édesebb lett, mint előtte volt. Na jó, menjünk és nézzük meg, hogy mibe van nekem még cékla elrakva. Szóval, nekünk fogyasztásra így van elcsomagolva a cékla, ilyen levegőtelenített csomagolásba, ez nekünk van. Olyan adagokban van, hogy egy étkezésre, vagy egy salátához, vagy bármihez kiolvasztani egy ilyen csomagolást, és akkor már mehet is. Szóval ez van nekünk étkezésre így, frissen elrakva. Megyünk megint tovább, viszünk ehhez egy lámpát, mert ez már kell. Következő adag. Itt van cékla elrakva. Egyszerűen le van fagyasztva. Ez itt a kutyáknak van. Szóval ez a kutyáknak a céklája, amit ők kapnak meg a tél folyamán étkezésükbe keverve. Reggel és este kapnak mindenféle jót. Látjátok, ez most nem ide tartozik, de van itt más, ami le van fagyasztva a kutyáknak. És ott van még egy hűtő, ami tele van teljesen kutyáknak lefagyasztva. Na, menjünk tovább. Na, és elérkeztünk az utolsó cékla elrakási módjához. Szerintem ez a legfinomabb. Az elrakási módja egy céklának befőzés. Ez még tavalyi befőzés, az idén nem tettem ebből el. Úgy látszik, pedig kellett volna, de múltkor még volt 10 üveggel. Na jó, hát ez így lett. Nem baj, most van másképp elrakva. Szóval, ezek a módszerek vannak elrakásra a céklának. Szóval összesen összeszámoljuk, leszárítani, elvermelni, lefagyasztani étkezésnek, lefagyasztani az kutyának, hogyha akarod, nekünk akarom, és elrakni, szóval befőzni. Szóval öt fajta elrakási módja van én számomra a céklának, és öt fajtát használok én. Mindegyik különböző egy kicsit. Na, jó van, szóval ennyi volt a cékla. Na, mivel a céklás videó egy kicsit rövidecske lett, ezért úgy döntöttem, hogy ezt nem kell bekapcsolni. Lámpát akartam, de nem lesz jó. Szóval úgy döntöttem, hogy mutatok valamit nektek. Teja keverékek. Ez itt bodzavirág. Ami csak saját teja. Hásfa. Ezek az én tejáim. Akkor körömvirág szirom. Csalán. Teja. Aztán cékla. És ez itt a papsajt nak a virágja. Másképp hívják, nem papsajtnak. Nem tudom, itt a... Megnézzük a fénynek, hogy milyen jól néz ki a szín. Színkavalkád. Na, szóval nekem ezek a fajta tejáim vannak az idén. Néha vannak mások is, most csak ezek vannak. Vagyis a én szedésem vannak ezek a fajták, és akkor még van ottan olyan, amit vásároltam, amit nálunk nincsen, olyan fajta gyógyfüvek. Itt vannak ezek, bár ezek közül is, ami ilyen zacskóban van, ez is saját szedés. Ez is a Hannes Schachtelheim, hogy is hívják? Ez is saját szedésem. Hát egy kicsit régebbi már. 14-be szedtem. Persze, hát mikor volt, szedtem, mikor nincs, akkor nincs ennyi. Schachtelheim, hogy hívják azt? Na mindegy.
Szóval ez is van. Na, más nincs. Most így. Jó, van, ezt hát csak így hozzátettem érdekességképpen, mert a céklás videó szerintem egy kicsit rövid kellett. Na jó, van, szevasztok, csinálok ezzel. Így egy képet róla. Szevasztok.